A téli szünetet követően a vendégek kérésére történő kétszeri halasztás után mindössze 4 edzéssel a háta mögött fogadta a Nagykanizsát az NKS. Ez meg is látszott a hazaiak dobóformáján, de így is szoros meccset sikerült játszaniuk, végül azonban a vendégek örülhettek 11 pontos sikerüknek. A Szeged ellen már más mérkőzés játszott a Kossársuli, Farkasinszky Gyuláné tanítványai 2 annyi pontot szereztek, mint a tiszapartiak, így egy pillanatig sem volt kérdéses a találkozó végkimenetele. A Szeged úgy érkezett ide hozzánk, hogy egy győzelme volt az is a Tata ellen, és ugye ráadásul mi a juniorban is együtt vagyunk a Szegeddel, tehát megpróbáltuk úgy megoldani, hogy előbb egy junior mérkőzés játszottunk 2:30-tól, 6 órától pedig lejátszottuk az amatőr NB1-et. Ez azt jelentette, hogy ugye nálunk 3 játékos volt, aki nem juniorkorú volt, a Szegednél 2 játékos volt, tehát szinte ugyanazok a játékosok játszották végig a 2 mérkőzést. Ez egy nagy arányú győzelem volt, és igazából ez még a másik kategória volt, tehát itt azok a játékosok, főleg a kadettekre értem én azt, akik eddig nem nagyon kaptak játék lehetőséget, tehát meg tudtuk azt is nézni, hogyha 5 kadett játékos volt a pályán, hogy akkor milyen eredményt tudunk elérni. Ők is fel tudták venni ezen a csapat ellen a kesztyűt, ezáltal egy olyan nagy arány győzelmet arattunk, ami úgy gondolom, hogy arra, hogy a következő mérkőzésükre felkészüljünk, nagyon jó volt, akár a junior, akár a kadett mérkőzés, de ettől sokkal keményebb mérkőzések várnak még ránk ebben az évben. A nyíregyháziak legközelebb vasárnap Budapesten a Törekvés Ese otthonában lépnek pályára. Egy aránylag kisméretű terembe megyünk be, ahol azért nagyon sokat számít az, hogy a nézők ott ülnek közvetlenül az oldalvonal mellett, és buzítják a csapatot. Egyelőre nem tudom, hogy mi várat. Én úgy gondolom, hogy egy szoros mérkőzés mindenféleképpen. Azon belül azt fog dönteni, hogy mennyivel tudunk pontosabban dolgozni, mint az előző 2 mérkőzésen. Ha sikerül ezt megoldanunk, akkor győzhetünk, ha nem, és ugyanúgy megvannak a letámadás ellen eladott labdáink, ugyanúgy a kihasznált helyzeteink ezt az aránylag rossz dobószázalékot mutatják, akkor viszont nagyon, nagyon nehéz itt ebben a közegben mérkőzést nyerni. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a TFS-e második csapata vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 10-2-es mutatóval rendelkező Szekszárd 2-t. A 7. nyíregyházi Kossársuli és a 8. törekvésese eddig egyaránt 6-szor győzött és 4-szer szenvedett vereséget.